Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, hallgassuk meg fennállva Isten igéjét, úgy, ahogy a Jelenések könyvében szól hozzánk a 19. részben, a 11. versüttől kezdődően a 16. versel befejezőleg. A Jelenések könyvét olvassuk tehát, a 19. részt, a 11. verstől olvasom az igét, a 16. versel befejezőleg. A következőképpen. És láttam a megnyílt eget. Ime egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Szeme tűzlángja, és fején sok ágú korona, és ráírva egy név, amelyet senki nem tud rajta kívül. És vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki, az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasveszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya, és uraknak ura, királyoknak királya, és uraknak ura. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Szeretettel köszöntelek benneteket, és valamikor régen voltam már egyszer a sámsoni gyülekezetben, de nem tudnám megmondani, hogy mikor. Szerintem több mint 15 éve. Az az érdekes, amikor egy olyan gyülekezetben megyek, ahol a testvéreket soha nem láttam, vagy nagyon ritkán, hogy a testvéreim vagytok, mégis milyen ritkán találkozunk. De ez nem lesz mindig így. Ami mennyei atyánk úgy ítélt felőlünk, hogy ott legyünk az ő országában, és egyszer azt mondta nekem, akkor még fiatal ember voltam, azt mondta egy idős teológia professzor, higgyétek el, a mindenható Isten annyira szeret bennünket, és annyira ismer, hogy akiknek a szíve egy volt itt ezen a földön, azokat oda át is majd egy utcába parancsolja. Úgyhogy egész nyugodtan lejjetek afelől, hogy akikkel itt ezen a világon jó kapcsolatban voltatok, jobban, mint a másikkal, hát nem vagyunk egyformák, a mindenható Isten még azt is meg fogja figyelni, hogy ne rakjon messze bennünket egymástól, habár ott nem számít már sem az idő, sem pedig a távolság. Állítom, testvéreim, most már lassan 30 éve, hogy az én lelkipásztor édesapám bemerített, és ezen az úton járok. Nem rögtön ugrottam a bemerítésre, mint ahogy elvárták volna a szüleim, mint ahogy elvárta volna a gyülekezet, és tudjátok, hogy jó néhány év múlva értettem meg, hogy a fiataljaink nem akkor fognak megtérni, amikor nekünk tetszik. Mert nekünk tetszene hamarabb, nekünk tetszene másképp, meg máskor. Pál apostol mondja meg az igazságot, és azt mondta, figyeljétek meg, amikor az Istennek tetszett, kijelentette a fiát bennem. És nem amikor a lelkipásztor édesapámnak tetszett, és nem amikor az imádkozó édesanyámnak tetszett, meg nem amikor a gyülekezetnek tetszett, meg mikor elvárták volna tőlem lelkipásztor gyerekám, már ideje lenne, hanem mikor Istennek tetszett, akkor kijelentette a fiát bennem, de mikor Isten valakiben kijelenti az ő fiát, azzal többet nem bír a világ. Azzal nem lehet tovább tárgyalni hitehagyás tekintetében, vagy ehhez hasonló. Miért? Mert az Isten hatalma, nem én találom ki, akik ismerik a Bibliát, azok tudják, hogy onnan idézek, mert az Isten hatalma őriz az üdvösségre. Nem mi őrizzük magunkat. Az Isten hatalma őriz az üdvösségre. Testvéreim, az ige hirdetés, én szerintem, biztos vannak olyanok, akik megtapasztalták, nem csak elhangzik, hanem történik.
Miközben itt ültem, eszembe jutott néhány gondolat, amiről valószínű, hogy beszélnem kell, és kértem egy írószerszámot, mert azt mindig elfelejtem, és följegyeztem. De, hogy miért történik az ige hirdetés? Körülbelül sarmaság előtt lehettem valahol, mikor cseng a telefonom, és felhív egy női hang. Mikor bemutatkozott, akkor rögtön tudtam, kiről van szó, egy fiatal asszony, aki úgy sírt, hogy alig tudta elmondani, amit szeretett volna, azt mondta, Frigyes bácsi, mit csináljunk édesapámmal? Rettenetesen el van keseredve, valószínű, hogy rákos, 10 éve már nem jár az imaházba, és meg van átalkodva, és azt mondja, hogy ő szeretne, azt mondja, bemenni az Isten országába, de az ő számára már nincs bocsánat. Az ő számára már nincs bocsánat. Testvéreim, van a Bibliában egy ige a zsidókhoz írt levélben, több is van, de ezt most azért hozom fel, mert képletesen lehet szemléltetni. Egy alkalommal benyúltam a nadrág zsebembe, és kihúztam egy cédulát, nézem, van rajta egy telefonszám. Mondom, hogy lehetek ilyen süket, hogy nem írtam oda, hogy kié. Most lehet fontos. Lehet valami komoly következménye, ha eldobom, visszatettem a zsebembe. Hát, ha eszembe jön. Majd egy idő múlva, amit tudom én, 2 hét, megint sor került a nadrágra, megint megtaláltam a cédulát. Kiveszem, megnézem, aj, eldobom. De mondom, hát, ha rájövök, hogy kié, visszatettem. Még egyszer megismétlődött egy idő múlva, és fogtam a telefonszámot, és eldobtam. Másnap megtudtam, hogy milyen telefonszám, és azt is, hogy kellene. Mikor szükségem lett volna rá, és nem volt ott. Hallgassátok meg a zsidókhoz írt levelet. El ne dobjátok a bizodalmatokat, aminek nagy jutalma van. El ne dobjátok a bizodalmatokat, aminek nagy jutalma van. Mondom ennek a szegény fiatalasszonynak, mondom, mondjad édesapádnak, jövök, hogy beszélgessek vele, de el ne dobja a bizodalmát, aminek nagy jutalma van. Hát mit gondol, testvéreim, ez a süket ember ezen a világon? Isten azért választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy utána eldobjon magától. Hát Isten nem lesi puskás, aki ott áll valahol, azt alig várja, hogy valami bűnt kövessel, azt agyoncsap. Ő be akar vinni az ő országába. Hát akkor mi az örömhír, ha nem az az örömhír, hogy az Isten markában biztonságban vagy? Akkor mi az örömhír? Az, hogy testvér, mindent kövess el, hogy szerezd meg az üdvösséget, úgyis el fogod veszíteni. Hát senki nem lenne olyan féleszű, hogy elinduljon ilyen úton. Az Isten irgalmas, és mikor azt mondja, hogy könyörülök, akin könyörülök, nem mondaná-e kétszer, ha nem lenne értelme, azt akarja mondani, hogy akin én könyörülök, azon könyörülök. A könyörületesség csak akkor könyörület, ha végigér. Ha bevisz az Isten országába. Azt mondta nekem egyszer egy, még akkor fiatal voltam. Azt mondta nekem egy ilyen velemkorú valaki, egykorú valaki, hogy hát testvér, azt mondja, az Úr jó megbüntette ezt a szegény Mózes, látod, hiába végigvitte Izrael, de már azt mondja, a hegyről csak benézhetett az ígéret földjére, de nem mehetett be. Hát testvér, mondom, én csak ilyen rosszul szeretnék járni, hogy nem mehetek be a földi helyre, bemegyek a mennyeibe. Hát nem mehetett be a földi Kánaánba, bement a mennyeibe. Jó megjárta, igaz? Hát persze, hogyha nem gondolkodunk. De ha megengedjük, hogy Isten használhatja az agyunkat, amit tőle kaptunk. Volt egyszer valaki, egy előadáson voltam, és egy idős valaki felkiáltott hátul. Azt mondta, nem nekem, hál' Istennek, nem nekem. Én lehet nem tudtam volna lekezelni ezt a labdát, de az, aki tanított akkor, az annak volt hozzá tapasztalata, azt mondta, oda kiáltott neki, hogy testvér, az Úrnak nincs szüksége a túlokosokra. És az azt mondta neki, lehet testvér, de bocsáss meg, azt mondja, lehet, hogy a túlbutákra se. Az az igazság, hogy ragasszatok a hit mellé tudományt,
azt mondja az írás. Tehát nekünk azokat a puzzle darabokat, amik benne vannak a Bibliában, azokat össze kell tudni illeszteni. Mert a Bibliának van olyan verse, amiben benne van az egész Biblia. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, tudjátok. Ebben benne van az egész Biblia. De vannak olyan igazságok a Bibliában, amiket úgy kell összerakni, és amikor az Isten lelke megnyitja az embernek az értelmét, meg a szívét, és észreveszi, hogy hát ezek nem is ismerték egymást a Bibliában, ez a szerző, meg ez a szerző, akkor hogy tudtak annyira pászos dolgokat írni egyiket a másikkal, mintha valamikor egy évfolyamra jártak volna, tanulták volna, hogy hogy kell megírni, hogy majd valamikor pászoljon. Ilyen nincs. Ilyet csak a Szentlélek Isten tud tenni, és az örökkévaló, aki Úr az idő felett, ahogy az előbb hallottuk itt, aki Úr az idő felett, és ő megtanította Mózest is, hogy mit írjon, megtanította Pál apostolt is, és így tovább lehetne sorolni sokáig. Testvéreim, lássuk a felolvasott igénket, járjuk körbe, mert gyönyörűséges, nagyon sok üzenete van ennek az igének ezen az estén. Még mielőtt rátérnék a szövegelemzésre, engedjétek meg, hogy megdicsérjelek benneteket, mert szépen énekeltetek. És nagyon jó az a gyülekezet, amelyik, ha megteheti, énekel karban, azt is megmondom miért. Itt látom, dobok is vannak, itt van ez a szép kis billentyű, meg sokféle hangszer van, kürtöket is hallottam, hogy azzal is tudtok muzsikálni. Testvérei, minden hangszert, ami ezen a világon van, azt az ember csinálta a 10 ujjával, már ha hamarabb lenne vágta a gép valamelyiket. De általában azzal a szerszámmal készítjük őket, amit Istentől kaptunk. És testvéreim, egyetlen hangszerünk van, amit Isten teremtett, az a torkunk, a hangszálak a torkunkban. És állítom nektek, hogy legszebben akkor szólnak ezek a hangszálak, amikor a készítőjét dicsőítik. És amikor énekkarban énekeltek, amikor egyedül énekeltek, amikor együtt énekel az egész gyülekezet, akkor az összes hangszálak itt ebben a gyülekezetben, azok a hangszálak, amiket Isten teremtett, őt dicsőítik. És akkor szólnak a legszebben. Akkor szólnak a legszebben. Azt mondta egyszer nekem egyszer valaki, hogy figyelj testvér, tudod miért szeretnék én már a mennybe lenni? Mondom, miért? Hát van, sok oka lehet, de most miért? Azt mondja, szeretném hallani, hogy énekelnek az angyalok. Higgyétek el, testvéreim, ők szeretnék hallani, hogy mi hogy énekelünk. Mert ők soha nem fogják tudni énekelni a bárány énekét. Ők nem voltak megváltva, mi voltunk megváltva. Alig várják, hogy hallják a megszámlálhatatlan sokaságot, mikor ott fogunk énekelni a trón előtt. Nem, nem végig. Egy diák azt mondta, 27 évig tanítottam, első osztálytól egész 12-ig. Egy diák azt mondta nekem egyszer, hogy Frigyes bácsi, ne tessék haragulni, az elég uncsi lesz, hogy egész nap ott állunk a trón előtt, aztán csak énekelgetünk ott. Fiam, ezt mondd meg nekem, sok időbe telt, még ezt így magadban kitaláltad, azt elgondoltad, hogy hogy is legyen ez. Hát az van megírva, testvéreim, hogy ez az egész teremtett világ, és mikor a teremtett világról van szó, akkor az univerzumról van szó. Az egy sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ezt az üres, lelketlen, néma univerzumot Isten meg akarja tölteni az övéivel. Te kapsz 10 várost, te kapsz 5 várost, és itt nem földi városokról van szó. Ezek meg fognak égni. Hanem csillagvárosokról van szó. Nem véletlen a Bibliában az a sok ige, amit nem nagyon értünk, hogy hogy van, de ha összehozzuk a puzzle-öket, akkor meglátjuk, hogy Isten miért akarta megteremteni az embert, és szaporodjatok, sokasodjatok, hogy töltsétek be a földet. Azért, mert majd meglátjátok a legvégén az igének. Innen viszi az ő polgárait az ő országába. Örülök neki, hogy sok nőtestvérem is van jelen, és ahogy látom, itt sok édesanyja is van. Mikor János apostol először belát a mennybe, látjátok, hogy emlékeztek, hogy kezdődik az igény? És láttam a megnyílt eget.
Nem mindig ilyet látott, János, nem mindig ilyet. Volt, amikor csak ajtót látott, kinyitott ajtót. Azon keresztül kandikált be. Hát nem mindegy, hogy egy szobába a kulcsukon nézel be, az ablakon, vagy ott állsz középen. Vagy panorámikus belátásod van. És János, amikor belát a mennybe, akkor azt mondja, hogy megszámlálhatatlan sokaság. Ott áll megszámlálhatatlan sokaság. Testvéreim, én nem láttam a sokaságot, de rájöttem valamire. Ott ez a sokaság, ez mind a földről származott. Kedves édesanyák, a megszámlálhatatlan sokaságot a mennyben, mindegyiket kivétel nélkül egy földi édesanya szülte. Még a királyát is. Azt, akiről azt olvastuk, hogy királyoknak királya és az uraknak ura, azt is egy földi édesanya szülte. Mert Isten így látta jónak. És ez a valóság. A németeknek volt egy zsenie, aki a Faustot írta, Goethe. Azt is mondták, hogy a koponyája nagyobb volt, mint a másé, az agya több súlyt nyomott, mint a másé, zseninek tartották. Általában a nagy embereket, mikor haldoklanak, vagy az utolsó szavait felszokták jegyezni, és Goethének feljegyezték az utolsó szavait, azt kiabálta egyre hangosabban, van itt olyan, aki németül tud? Akkor nagyon jó. Mit jelent az, csak azért, hogy ne mondják, hogy butaságot beszélek. Mit jelent az, hogy mehr Licht? Igen. Azán. Azt jelenti. Több fényt. Ez a hatalmas koponya, ez a zseni, azt kiabálta, hogy több fényt, több fényt. Miért? Mert csúszott bele a sötétbe. Érdekes, mielőtt Istvánra elkezdtek záporozni a kövek, mert megölték a hitéért. Ő azt mondta, hogy íme látom az eget megnyitva, és az ember fiát, amint az Isten jobbja felől áll. Látom a megnyílt eget, és az embernek fiát ott állni az Isten jobbján. Ugye, hogy másképp hangzik, mint a mehr Licht. Ez a felolvasott igény is így kezdődik, és láttam a megnyílt eget. Testvéreim, nem tudhatjuk, de azok a történetírók, akik leírták, hogy a keresztények hogy álltak az arénába, amikor rájuk rontottak a vadállatok vagy a gladiátorok, és fény volt az arcukon, és mosolyogtak, csak azok nem mindegyik, de sokan közülük azért állhattak úgy, mert az Isten úgy rendelkezett, ahogy Istvánnál. Még senki nem fogta a követ, hogy agyonverje, ő már látta a megnyílt eget. És az embernek fiát az Isten jobbján állani. Nem tudom, mit hoz a holnap után. 24-25, meddig fogja engedni Isten a civilizációt, hogy nem sokáig az biztos. De nektek nincs miért félni. Nektek nincs miért félni. Mert a mindenható Isten erős kézzel őriz benneteket az üdvösségre. Nektek csak egyetlen egy dolgotok van. Nem azt kell csinálni, mint Zuckerberg, hát tiszta nevetség az egész. Hawaiion vett egy hatalmas területet, nézzetek, utána nem hisztek nekem. Vett egy hatalmas területet, aztán föld alatti várost építettek, de nem csak ő. Az észak-koreai elnök, minden. Akinek pénze van, az mindezt csinálja. Bebújnak a föld alá, és azt akarják, hogy ha atomkatasztrófa jön, ha akármilyen katasztrófa jön, ők éljék túl. Tudjátok, ki fogja túlélni ezt a gyomorult életet? Az, aki hisz Jézus Krisztusban. Mert ő azt mondta, hogy aki hisz én bennem, az soha meg nem hal. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És nem kell bunkert csinálni. Nem kell föld alatti várost csinálni. Azt mondja az ige, hogy eljön az idő, amikor és látom a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és jön rajta a mi urunk. Testvéreim, mikor megnyílik az ég, el tudjátok képzelni, mi lesz itt? Az nevettetett meg, amikor hallottam, hogy Zuckerberg mit csinál.
Hát csinálhatja, mert van pénze. De kiéből jut neki egy kicsi. Amikor meghallottam, hogy mit csinál, hát azt mondja a jelenések könyve, hogy majd úgy fognak kiáltani, amikor meglátják, hogy megnyílt az ég, hogy hegyek, essetek ránk, rejtsetek el annak szem elől, aki közeledik. Hát ezek nem várják meg, hogy eljöjjön, már bújnak be fel a föld alá. Ezek már bújnak el, mert féltik az írájukat. Pedig azt mondja az Úr Jézus, hogy egyetlen egy dolgot kell csak csináljon a hívő. Szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindabból, ami vár erre a világra, és megállhassatok az emberfia előtt. Ennyi. Minden nap elmondod, most is elmondhatjuk. Uram, könyörülj rajtunk, ha az éjszaka jönnél, itt ne hagyd bennünket, vigyél magaddal. Uram, ha holnap jössz, itt ne hagyj, vigyél magaddal. Ne azon gondolkozz, lehet, hogy szokatlan nektek, amit most mondok, ne azon gondolkozz, hogy jaj, uram, csak 89%-ban vagyok, melyik kész. Hát akkor mit csinálok, én még csak 76-ban. Hát te mit csak 99-ben, sose leszel 100-ban, legyen világos. Azért kell könyörögjél, hogy méltókká tétessetek. Azt mondja az Úr Jézus, szüntelen könyörögjetek. Miért? Nézzétek meg ezt a csodálatos dolgot. Azt akarom elmondani ennek az atyánk fiának, amelyik ennyire bajba van. Ha beszélgetek vele, hogy figyelj, te valamikor hittél, te valamikor oszlopos tagja voltál egy gyülekezetnek. Most, ha elmaradtál, ha megkeményített az ördög, ha egy olyan páncélt vont a szívedre, hogy nem tudja az Úr felmelegíteni, legalább engedd meg, hogy az ige verje széljen ezt a páncélt a szíveden. Nincs olyan bűn, amit Isten meg ne bocsátna. Nem eshetsz olyan mélyre, mint amilyen mélyre szállt az Úr a kereszten azért, hogy felhozza azokat, akik hisznek benne. Nem létezik. Azt akarom neki megmondani, hogy emlékezzetek vissza, mit mond, ugyancsak a zsidókhoz írt levél. Jézus Krisztus, ha figyeljétek meg, egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. És ez múlt idő. Vagyis Jézus Krisztusban tökéletes vagy. Hidd már el. Ja, hogy a másik nem látja, az biztos. Hogy a másik nem így látja, az biztos. Na, ezért kéne meggondoljuk, és meg kellene fogadni azt, amit mond az apostol. Másokat magatoknál különnek tartván. Másokat magatoknál különnek tartván. Tudjátok, mikor jöttem én erre, hogy ez igaz? A megtérésem után. Valamikor Oswald Chambersnek olvastam egy áhítatát, és akkor döbbentem rá. Hát testvéreim, azt a bűnt, ami bennetek van, azt én nem látom, csak ami kijön belőletek. De magamban azt is látom, ami némán ott ágál a szívem mélyén, a lelkem mélyén, és mind szeretne kijönni. Én azt is látom. Ezért nem csinálunk nagy dolgot, ha azt mondom, hogy másokat magatoknál különnek tartván. Igen ám, de rögtön ott van rögtön az evangelion, az angyali üzenet, a jó hír, ott van rögtön. Jézus Krisztus egyetlen áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. És az én hívő életem tulajdonképpen, ez az én státuszom. Jézus Krisztusban el vagyok rejtve. A hívő életem akkor igazi, ha nem azt mondom, hogy biztonságban vagyok az Úrban, csinálok, amit akarok. Na. Ha te tudod, hogy Jézus Krisztusban el vagy rejtve, és ő benne tökéletes vagy már, az Atya ő rajta keresztül néz téged, akkor az én hívő életem abból áll, mivel a mostani állapotom mocsok. A mostani állapotom olyan, amilyen, de nem elégséges. Nem tökéletes. A hívő életem abból kell álljon, hogy állandóan minden nap az ige a világosság. Állandóan vizsgálgatom magam, és meglátom, hol vagyok bajba, és könyörgök, hogy Uram, én szeretnék olyan lenni, mint amilyen te benned vagyok tökéletes, vagyis a mindenkori állapotomat állandóan közelítem a státuszomhoz, az örökkévalóhoz. Ebből áll a hívő életem. Na, így kell harcoljam. Komolyan vegyem. És amikor eljön az Úr, és kiviszi ezt a nyomorult,
óemberünket beteszik a földbe, meghal a testünkkel együtt, és csak a lélek megy hozzá, na, az már biztos, hogy az nem megy be semmi, ami sövörgözés, meg ráncokkal van, meg stb. Megtisztítja, és úgy visz be. Nem azért, mert megérdemelted, azért, mert kérted. Nem azért, mert megérdemeltem, azért, mert kértem. Nem így tanít Jézus imádkozni? Szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg a gonosztól. Azt mondta nekem egy hegyke diák. Azt mondja, bácsi, én egyszer azt mondom, hogy Uram, szabadíts meg a gonosztól, meg fog szabadítani. Mondja neki, fiam, az imádságot Isten pontosan olyan komolyan veszi, mint amilyen komolyan te vetted. Ha te komolyan veszed, ő is komolyan veszi. Ha te nem veszed komolyan, ő se veszi komolyan. De ha te abszolút tudod, testvérem, nem szép az, egy kis zárójel, nem szép dolog az, amit el kell ismerjünk, de az Úr Jézus, mikor körbe mutatott rajtunk, igaz, hogy a kortársaink, de ezek mi is ott vagyunk, és azt mondta, hogy ti gonosz létetekre, ebben mindenki benne volt, rajta kívül. Ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, nincs kivétel, nincs kivétel. Egy másik gyerek azt mondta, hogy hát de figyelj, bácsi, nem mindegy, az, hogy ilyen pici kis gonoszság van benne, hogy egy pszichopata, rablógyilkos, nyomorult senki házi vagyok. Hát mondom, fiam, az Isten országával kapcsolatban mindegy. Mert mondd meg már nekem, hogy ez az icipici kis gonoszság, amiről te beszélsz, ez mennyi idő alatt formálódott ki benned? Hát azt én nem tudom. Hát hogy nem tudod, hány éves vagy? Hát 15. Na ennyi idő alatt formálódott ki benned. Ez az icipici kis gonoszság. Na most képzeld el, ha ezzel az icipici kis gonoszsággal Isten beenged az örökké valóságba. Ott mennyi ideje lesz, mekkorára nő? Nem megy be semmi. Semmi tisztátalan oda nem megy be. De hogy megszabadulja túl az icipicitől, mert a sajátját az ember lehet, hogy szeretné icipicinek látni, de mindegy, mindegy. Itt a fiatal emberek, akik futballozni szoktak, azok tudják, hogy hiába lőttél kapufát, az még nem gól. Hiába ilyen pici a gonoszság benned, nem engedhet be az Úr. Azt is a Jézus vére kell, hogy elfedezze. Azt is meg kell bocsássa Isten. A kapufa se gól. Hol vannak a fiatalok? Az emeleten többen, itt lent kevesebben, nem így értem. A gyülekezeteinkből eltűntek a fiatalok, és nem csak a mi felekezetre való tekintet nélkül, nem, bármelyik. Eltűntek a fiatalok. Hol vannak a fiatalok? Na, megmondom, hol vannak. Keresik a káprázatot, keresik a dicsőséget, keresik a mámort. Figyeljétek meg, hogy a koncerteken, előadásokon, ahol kimondottan igényes performanszt akar valaki bemutatni, óriási képernyők vannak már. És lehetőleg panoramikus képernyők, azért, hogy aki ott van lent, aki megtanulta Azariával olyan gyorsan mondani a szöveget, mint ő, az már azt hiszi, hogy ő is benne van, a csúcson van, benne van a mainstreamben. Azért olyan gyorsan tudja már mondani, mint ő, akkor benne van mindenki. És úgy érzi, hogy ott vagyok benne, most már a mában. Most már nem maradok le semmiről. Most már nem maradok ki semmiből. Ott vagyok benne a sodrásba. Jó helyen vagyok. Mert keresik a káprázatot, keresik a dicsőséget, keresik a mámort. A lényeg pedig az, hogy minél jobban bevonni. Testvéreim, azért mondom ezt, mert most ez a legérdekesebb, vitatottabb dolog. Az Azaria koncert a Puskás stadionban már jövő nyárra kétszer megtelt, és harmadjára is megtelne, nem lehet még tudni, hogy lesz harmadik, vagy nem lesz. Eszeveszett. Hol vannak a fiatalok? Na, itt vannak. Itt vannak, ide mennek. Megfejik a nagyit, ha nincs elég pénzük a jegyre.
Valamit csinálnak, de akkor is ott lesznek. Akkor is ott lesznek. És minél jobban beleállnak abba, amit csinál a hamis proféta, annál jobban úgy érzik, hogy benne vannak ennek a világnak a sodrásába, benne vannak a lendületbe, jó helyen vannak. Az imaházba jöjjenek itt szoborkodni, meg savanyú pofát vágni, meg mit tudom én. Hát itt nem zajlik semmi. Itt nincs dinamizmus. Itt nincs élet. Oda kell menni, ahol élet van. Tudjátok, mi a baj, testvéreim? Az a nagy baj, hogy ez csak virtuális. Az a baj, hogy ez csak virtuális. Egy ilyen gyerekkel beszélgettem egyszer, és mondtam neki, hogy te mondom, a vallás órákon soha nem figyelsz, mindig kibámulsz az ablakon. A fiás bácsi nem érdekel. Mondom, tudom, de mi lenne az, ami téged mondjuk érdekelne? Te nem hiszed, hogy van Isten? Azt mondja, fiás bácsi, nem tudok hinni. Tudjátok, mikor találtam meg a választ rá? Jön a puzzle, nézzétek meg. Azt mondja, hogy keresik a káprázatot, keresik a dicsőséget, keresik a mámort, de a legfontosabb, keresik a dicsőséget. Úgy gondolják, hogy ha tudják olyan gyorsan mondani a számokat, meg ismernek mindent, meg moccannak, meg stb. Lehet, hogy be is vannak lőve egy kicsit, megtörténhet, akkor azt gondolják, hogy benne vannak a közepébe, benne vannak a sodrásba, hogy ez nagyon jó, ami itt van. Igen ám, csak a gyerek mondta meg, azt nem tudok hinni. Tudjátok, miért nem tud hinni? Jézus mondta meg, figyeljétek meg. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, ami az egy Istentől van, nem keresitek, pedig testvéreim, az a dicsőség, az egy dicsőség, az Isten dicsősége el fog jönni. Azt olvastuk, és láttam a megnyílt eget, és ami jön tovább. Pedig el fog jönni. De ebbe a dicsőségbe, akármilyen gyorsan mondod a szavakat, nem fogsz belépni. Ebbe a dicsőségben mozoghatsz, akármilyen erotikusan, akkor sem fogsz belépni. Ebbe a dicsőségbe csak az lép be, aki itt ezen a világon megtanulta megalázni magát, azért, hogy a királyok királya az uraknak ura seregében lehessen. Van egy négy soros vers, szeretném elmondani, mert mikor először találkoztam vele, nagyon fejbe vágott, és azóta is, amikor csak eszembe jut mindig, hogy lehet négy sorba beleszorítani akkora igazságot, mint ami benne van. Azonnal mondom. Érdes, kérges kereszt állít, nehéz kérdés elé állít. A kérdése mély, csontig ható. Krisztus hal meg, vagy az ego? Krisztus hal meg, vagy az ego? Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, testvéreim? Hát még a mélyeink is úgy lájkolják egymást, mint akinek elment az esze. Áldottak vagytok, evel van tele az én. Nekem nincs Facebookom. De tudom a sok panaszt, amit innen is, onnan is, mind engem piszkálnak vele, hogy az agyamra megy. Áldottak vagytok, áldottak vagytok. Tudjátok, nehogy én mondjam meg majd, ki az áldott. Én azt szeretném, őszintén, ha a királyok királya az uraknak ura, majd a legvégén azt mondaná nekem, és én is ott lennék a csapatban, hogy jertek én atyámnak áldottai, na azok az áldottak. Jertek én atyámnak áldottai, na azok az áldottak, akikre Jézus mondja, hogy áldottak. És tudjátok, kire mondja még, hogy áldottak? Azokra, akik sírnak, meg azokra, akik szelidek. Mert hiába van Putyinnak olyan nagy gallérja, amilyen van, vagy bármelyik Genghis Khantól kezdve Hitleren át bármelyik nyomorult senkiházi diktátornak. Lehet akármilyen.
eljön az idő, amikor szubatomikus részecskékre hullik az egész univerzum. Az ég és a föld elmúlnak, jön a puzzle. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim nem múlnak el. És mikor Jézus azt mondja neked, János, Pista, Mari, Róza, stb. Jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, ami nektek készítetett. Akkor az az igaz. Akkor az az igaz. Akkor hiába kelepelünk, mondunk akármi egyebet. Ez az igazság. Ez az igazság. Tudjátok miért? Mert folytatódik a felolvasott igénk, és azt mondja, láttam a megnyílt eget, ime egy fehér ló, és aki rajta ül, annak a neve hű és igaz. Egy olyan világban élünk, amikor a hűség fabatkát se ér. Egy alkalommal 12. osztályban kipróbáltam valamit. Azt mondtam a lányoknak, lányok, ugye alig várjátok, hogy férhez menjetek. Olyan röhelybe törtek ki, úgy nevettek, hogy még mozgott velük a pad. Férhez menjetek. Hát akkor még férhez se akarnak, még meg se akarnak nősülni. Akkor miféle hűségről beszélünk? Vagy miféle hűség lehet a munkaadó, meg a munkás között? Vagy főnök, beosztott főnök, meg stb., amit csak el lehet képzelni. Erre feltestvéreim, azzal fog befejeződni ez a hűtlen, igaztalan, igazságtalan történelem, hogy egyszer csak megnyílik az ég, és fehér lovon megjön a királyok királya, és az uraknak ura a hű és az igaz. Azért, hogy mindenki meglássa, a hűség és az igazság létezik, még akkor is, ha én nem kérek belőle. Az létezik még akkor is, ha én nem kérek. Testvéreim, hogyan tudnátok hinni ti, ha egymástól fogadtok el dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem kéritek? Pedig, testvéreim, pedig, minden mesterséges káprázat megszűnik. Minden virtuális tér szerte foszlik. Minden áldicsőség porba hull, és minden mámor megszakad. És ezt nem csak a Biblia mondja. Nem is gondoltam volna, még ezelőtt 10 évvel se. Már rebesgettek valamiket, de most már vannak összeomlás szakértők, akik megmondják, hogy azoknak a paramétereknek az alapján 1968-ban, rögtön azután, mikor a zsidók bajba kerültek, mert a 82 millió arab el akarta őket pusztítani, a 4 millió zsidó, és úgy szétverték őket, hogy még fel se tudtak szállni a gépeikkel, azért, mert ígéretek vannak a Bibliában az Isten népe mellett. Na, de 68-ban megalakult egy, akinek lehetősége van, az nézzen nyugodtan utána az interneten, a Római Klub. A Római Klub. Ebbe a világ legjobb tudósai jöttek be, és azoknak a paramétereknek az alapján, amik akkor adottak voltak, kiszámították, 1000 oldalas jelentéseket adtak 70-ben, 72-ben és 74-ben. Olyan címek voltak a jelentés címei, hogy fordulóponton az emberiség, a pazarlás vége, meddig nyújtózkodhat a haladás, vagy valami ilyesmi. De nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy ők azt mondták, 2020 és 2030 között világválság jön. Lehet, hogy tévedtek egy pár évet. De most már az összeomlás szakértők is ugyanezt mondják. És ezek nem a Bibliát magyarázzák. Ezek nem is olvassák a Bibliát. És mégis azt mondják, hogy biztos van itt olyan, aki tud sakkozni. Az oroszoknak volt egy hatalmas koponyájuk, úgy hívták, hogy tál. Sakkozó volt. Annyira előre járt gondolkodásban a kortársainál, hogy még a nemzetközi nagymesterek is álltak és nézték, és nem tudták, hogy mit akar. Úgy látták, hogy összevisszaság van a táblán. És mikor szünet volt, bementek a saját termükbe, körbeállták, hogy mester, mit csinálsz, hát nem értjük. És csak olyan fondorlatosan mosolygott, és azt mondta, a végcél a mat. A végcél a mat. Clevelandban láttam egyszer egy olyan sakkpartit, ahol egy nemzetközi nagymester
150 játékosan játszott egyszerre. 150 játékosan. Azt mondhatná valaki, hogy hú, az igen. Hát a mindenható Isten testvéreim sakkpartit játszik több mint 8 milliárd emberrel egyszerre. És tudjátok, hol lesz a mat? Amit Pál apostol mondott a görögöknek, megint egy puzzle. Isten rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot egy férfi által. Na, ott kapja be az emberiség a mattot. Amikor megnyílik az ég, és megjelenik a hű és az igaz, na, ott lesz a mat. Testvéreim, a sakkpartinak, aki tud sakkozni, az tudja. Van a megnyitás része, van a középjáték, és van a végjáték. A civilizáció a végjátékba érkezett, legyen világos. Ezt már mondja minden az. Apokalipszis is ezt mondja, a Biblia is ezt mondja, az összeomlás szakértők is ezt mondják, a biztonságtechnikai szakértők is ezt mondják. Elérkezett az utolsó, elérkezett a végjátékba ez a világ. És az Úr Jézus azt mondja, amikor látjátok, hogy ezek elkezdődnek, nekünk mondja, nektek mondja, emeljétek fel a fejeteket, mert elközelget a ti váltságotok. Nektek nem a világ vége jön, elközelget a ti váltságotok. Ezért ne féljetek. Hányszor benne van a Bibliában? Ezért ne féljetek. Tehát, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, most már látjuk, hogy miért. Mert igazságosan ítél és harcol. Akik utána jönnek fehér lovon, azoknak már az a serege, akik követik őt, azoknak már nem kell harcolni. Sőt, a megérkező Jézus Krisztus, az uraknak ura, a királyoknak királya, már ő sem harcol, hallgassátok meg, mit mond tovább. Azt mondja, hogy a szeme tűzlángja, vagyis itt nem lehet elbújni. Itt nem lehet elbújni. A fején sok ágú korona, ha megfigyeltétek, a gonosznak is vannak koronái, de megvan, hogy hány szarv van rajta, meg hány ága van a koronának. A Jézuson azt mondja, a Jézusén, az ő fején azt mondja, sok ágú korona, vagyis ha azok hatalmat képviseltek, a hatalmuknak vége. Most egy olyan hatalom jön, akit nem lehet megszámolni, nem lehet tudni, akinek teljhatalma van. Emlékeztek, mit mondott Jézus a feltámadás után? Nekem adatott minden hatalom. Menjen és földön. Most egy olyan király jön, akinek minden hatalom adatott. Menjen és földön. Azt mondja, hogy vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ennek is nagyon nagy, nagyon nehéz és nagy mondani valója van. Ugyanis nem azt mondja, hogy az ő vére van a ruhán, hanem vérbe mártott, vagyis kívülről rakódott rá a vér. Az ellenségeinek a vére. Vagyis legyőzte az ellenséget, ő már úgy jön, mint győztes. Az jelzi, az ő vérbe mártott ruhája jelzi, hogy az ellenségnek annyi. Itt már nincs ellenség. És jönnek utána, a mennyei seregek követik őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve, és ezek nem az angyalok, ezek a megváltottak. Ezek a megváltottak. Akiket az Úr az ő vére által megváltott, megtisztították a Krisztus vérében a ruhájukat, ezért fehér, ezek képek, testvéreim. De azokat a az igazságokat fedik, és láttatják velünk, amik a Bibliában következnek egyik a másik után. Azt mondja, hogy szájából éles kard jön ki, hogy megverje vele a népeket. Testvéreim, az éles kard ugye az Isten igéje. Most, amikor beszélgetünk itt, amikor az Isten igéjét beszéljük, semmi nem tud olyan éles lenni, mint az Isten beszéde, az Isten igéje. Miért? Mert behatol a gondolataink közzé. Hát ha valakit leszúrnak, ha valakit akármilyen éles borotvával, vagy mit tudom én, aki operál, lehet akármilyen, a lézerrel is vághatja, a gondolatait nem tudja ketté vágni. Azt csak az Isten igéje tudja. Mikor valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, akkor eldönti magában, hogy hogyan fogja fogadni azt, amit hall. Az Úr Jézus, emlékeztek, mit mondott? Aki nem úgy fogadja az Isten országáról szóló evangéliumot, mint a kisgyermek, az nem fog bemenni. Az nem fog bemenni. Olyan magas röptű téziseket, értekezéseket hallottam, meg olvastam, egy fél oldal után abba hagyom, nincs értelme vele foglalkozni. Nincs értelme. Jézus Krisztus, aki az ég és föld ura,
aki a bölcsességnek a csúcsa, akire az van megírva, hogy kezdetben volt a logosz, és a logosz Istennél volt, és Isten volt a logosz. Kezdetben volt az információ, és az információ Istennél volt, és Isten volt az információ. Vagy a program, mondhatod, aminek akarod, akkor is így van. Na ez mondja, ez a csodálatos teremtő, megváltó Isten, az Úr Jézus Krisztus, aki társteremtő. Ő mondja, testvéreim, hogy aki hallja az igét a mennyeknek országáról, de nem érti, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett vala. Fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Kit ér utol az Isten haragja, testvéreim? Kit fog utol élni az Isten haragja? Egyáltalán mi az, hogy igazság a mai ember számára? Testvéreim, csak nézzétek meg a parlamenteket, meg a baloldali, a marxista, a neomarxista gondolkodókat. Egyszerűen mindent tolerálnak, mondhatsz nekik LMBTQ-t, mondhatsz nekik másságot, mondhatsz nekik bármit, amit csak létezik, mindent mondhatsz, mindent tolerálnak. Egy dolgot nem tolerálnak, az igazságot. Azt nem tolerálja. Azt nem tolerálja. És azt mondják, hogy hát persze, hogy nem, mert nincs végső igazság. Itt meg láttuk, hogy jött a fehér lovon az uraknak, ura királyoknak királya is. Az volt a neve, hogy hű és igaz. Azt mondják, nincs biztos tudás, nincs abszolút érték, nincs értelme semminek, csak a pillanat létezik. És mivel nekem nincs értékem önmagamban, vagyis nem hiszem, hogy Isten engem erre a világra azért teremtett, mert az országának a polgárává akar tenni, vagyis van egy kontinuitásom Isten felől, és én ennek most a részében vagyok, mert bejöttem ebbe a világba a 20. századba, és a 21-ben valószínűleg kimegyek belőle. Mivel én nekem nincs értékem, nem tudom azt, hogy azt mondja az ige testvéreim, emlékezzetek vissza az Úr Jézus, mikor azt mondja, hogy nem, de két verebet adnak 5 fillérért, vagy 5 verebet 2 fillérért. Ti sokkal drágábbak vagytok. Hát hogy ne lennénk drágábbak, mikor azt mondja a 8. Zsoltár, ami rólunk szól. Mindent a lába alá vetettél, kevéssel tetted őt kisebbé magadnál, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg. Az ördög erre leverte a koronát a fejünkről, mi meg dobáljuk itt ezt a virtuális koronákat egyik a másiknak. Na most, testvérem, ha valaki nem érzi, nem tudja, hogy nekem értékem van, hát az Isten fia meghalt, értem. Eljött, hogy megkeresse, ami elveszett. Elveszett értékek vagyunk, de visszaszerezhető az Isten számára. Rehabilitál, ha hiszünk benne. Na most a helyzet az, hogy az ilyen azt gondolja, hogy csak a pillanat létezik. Valamikor Ady Endre azt mondta az ilyenekre a versében, hogy a perc emberkék dáridója tart, akik csak a percnek élnek. Én adok értelmet az életemnek, mert máskülönben nincs semmi értelme. Na de milyen értelmet adok én az életemnek? Csak figyeljétek meg! A virtuális valóságot, azt, amiről az eddig beszéltem, a buli, az alkohol, a kábítószer, a bandák, a közösségi oldalak. Úgy hiszik a fiatalok, testvéreim, akik nem szeretnek gyülekezetbe járni, hogy hát, ha én a gyülekezetbe járok, ott odakint pezseg a világ, ott pezseg az élet, ott dinamizmus van, ott, amit csak el lehet képzelni, haladás van, performance van, progresszivitás van. Ha az imaházban megyek, meg lemaradok, meg kimaradok. Hadd mondjam el nektek, mert ti tudjátok, mit jelent. Aki nem fog bekerülni az Isten országába, az mindenről lemaradt, és mindenből kimaradt, vége. Aki bejut az Isten országába, az nem marad le semmiről, és nem marad ki semmiből. Tudjátok miért? Mert azt mondja a másik puzzle, aki a fiát nem sajnálta ideadni, hogy ne adna nekünk ővel együtt mindent. Akkor miről maradtál? Semmiről nem maradsz le. Azt mondják a posztmodernek, akikkel beszélgetek néha. Ugyan már, szerintem akarottál megmondani a tutit? Hát te mit gondolsz, hogy te tudod az igazságot? Adjál már, nekem ne predikáljon senki. Nekem ne mondja meg senki. Majd én eldöntöm. És aki nem lép be ebbe az új, globális,
istentelen katyvaszba, arra azt mondják, hogy primitív, maradi, diszkriminál, nem toleráns, valamilyen fób, sőt, azt fogják ránk mondani, hogy gonoszok vagyunk, hogy mi vagyunk a gonoszok. Kik menekülnek meg az Isten haragjától? Azt mondja, nézzétek, mit mond az ige. Miként értetek meg a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít bennünket az eljövendő haragtól. Azt mondja, hogy ő azért jön, hogy tapossa az Isten haragjának a borsajtóját, de csak azokon, akiket vasvesszővel terel. Most már nem azt csinálnak, amit akarnak, hanem amit a visszatérő Jézus mond. Hogy lehet belépni ebbe a krisztusi erőtérbe? Ezt figyeljük még meg, testvéreim is. Ne felejtsük el, mert nagyon fontos. Azt mondja, a ruhájára és derekára az a név volt felírva, hogy királyoknak királya és az uraknak ura. Hány birodalom szerte foszlott, tönkrement ezen a világon? Hány birodalom? Egyik a másik után. Azt lehet a történelem könyvekbe olvasni, például, hogy az oszmán birodalom tündöklése és bukása, a római birodalom létrejötte tündöklése és bukása, és mindegyiket így jegyzik meg a végén, hogy jött a birodalom, eltűnt a birodalom, jött a, mit tudom én, milyen kultúra, eltűnt, jött az izmus, eltűnt az izmus, egyik a másik után. És a Biblia mond nekünk egy nagyon értékes dolgot, nagyon sokszor elmondja ezt, az a birodalom viszont, amit Isten alapított, az ő királysága, ahol a királyok király és az uraknak ura a király, az nem tűnik el soha. Na most, testvéreim, mivel jönni fog a királyok királya és az uraknak ura, ezért tisztázzuk azt, hogy mire van szüksége egy királynak. Ahhoz, hogy egy király király legyen, minimum három dolog kell neki. Kell neki az ország, kell neki a hatalom, és kell neki a nép. Azt mondja Jézus, jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, ami nektek készítetett a világ teremtése óta, tehát az ország megvan. A világ teremtése óta. Mikor Isten megteremtette ezt a világot, már tudta, hogy tönkre vágjuk. Ezért rögtön megteremtette az ő országát. És oda azok fognak bemenni, akiknek tele lett a hócipője ettől a világtól. És jelenkeznek, hogy Uram, szabadíts meg a gonosztól. Bocsáss meg a bűneimet, ahogy én is megbocsátok, és engedj be a te országodba. Tehát az ország megvan. A feltámadás után az előbb mondtuk. Azt mondta Jézus, nekem adatod minden hatalom menjen és földön. Megvan az ország, megvan a hatalom, a népet meg most gyűjti, ezen az estén is. Most gyűjti a népet. Most gyűjti. Kik azok, akik azt mondják, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek? Amikor elkezdtek záporozni a kövek Istvánra, emlékeztek, mit mondott? Vedd magadhoz az én lelkemet. Jézus is így ment ki a világból. Atyám, vedd magadhoz az én lelkemet. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen el nem küldöm magamtól. Emlékezzetek a kereszten a gonosztevőre. Az utolsó pillanatban. A halál kapujából jött vissza, és Jézus azt mondta, hogy még a halál kapui se vesznek birodalmat, nem vesznek győzelmet azon az országon, amit ő épít, és abba beletartozott ez a... És világos dolog, hogy létezik az, hogy a jobb keze felülálló megtért, a bal keze felülálló nem tért meg. Azért, mert egy szemlélteti a mindenkori emberiséget. Így csinálnak az emberek, az egyik megtér, a másik nem tér meg. Akit Isten kiválasztott a világ teremtése előtt, azt mondja az Úr Jézus, akit nekem ad az Atya és hozzám jön, azt én semmiképpen nem küldöm el magamtól. A kereszten a gonosztevőt se küldte el, hanem bement abba az országba, ahol Jézus a királyoknak a királya, és az uraknak az ura. Testvéreim, el ne felejtsünk állandóan könyörögni azért, hogy ki ne maradjunk ebből az országból. Ki ne maradjunk ebből az országból, és ne foglalkozzatok vele, hogy mit csinál a világ, milyen divatnak hódol, miféle hóbortnak hódol, miféle bálványt állít magának, azt csinál, amit akar. Te biztos
léptekkel haladsz az Isten országa felé, és be fogsz menni. Be fogsz menni, mert az Úr Jézus azért halt meg. El ne dobjátok a bizodalmatokat, aminek nagy jutalma van. Amen.